Ha elsőre úgy tűnt, hogy különösebb incidens nélkül ért véget a megemlékezés hétfőn az Úzvölgyi katonatemetőben, kiderült, hogy a helyszínen szolgálatot teljesítő hatóságiak több bírságot is kiszabtak. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság illetékesei két iskolabusz jogtalan használata miatt büntettek, az egyik a Lemhényi, a másik pedig a Csík Szent Mártoni iskolához tartozott. Utóbbit a kiszabható legmagasabb bírsággal sújtotta a rendőrség az iskolabuszok jogtalan használata miatt. A 16 ezer lejes pénzügyi megterhelésnél azonban még égető problémát jelent, hogy mivel a busz forgalmi engedélyét is visszatartották 30 napra, nem lesz mivel iskolába szállítani a helyi gyerekeket. A székelyhon.ro információi szerint a hatóságok azért büntettek, mert lejárt az iskolabuszok személyszállítási engedélye.